A végbélrákkal kapcsolatosan először is tegyük tisztába, hogy mit értünk végbélrák alatt. A végbélnek van egy 12 centis szakasza a végbélnyílás előtt, amit belülről laphámszövet burkol. Ez azért fontos, mert a laphámszövet mindig elválasztási konfliktusra reagál. Ami előtte van a szigmoidnak a részén, az pedig úgynevezett hengerhámszövet, mirigyes jellegű szövet, és egészen más a konfliktus tartalom, a konfliktus típusa, ami ezen elváltozást beindít. A végbél laphámszövete reléközpontja az agyunkban bal oldal található, egy picikét itt a középtájon, egy picit hátrébb, és a konfliktus, ami ide becsapódik, az egy identitási, döntési, álláspont meghatározási konfliktus. Valamiféle elválasztási, tehát mindenképpen elválasztási konfliktus a tartalma, és azon belül ilyen identitási, személyiségi, kivagyisági, illetve hovatartozási konfliktusról van szó. Ahogy ezt elmondtam, már biztos körvonalozódik a nézőknek és a hallgatóknak, hogy ez inkább egy, minthogyha olyan nemi, női konfliktus lenne ez a kivagyisági, hovatartozási, nem tudom, hogy mit akarok, nem tudom, hogy kire hallgassak. Tehát ez egy, inkább egy ilyen nőies dilemma konfliktusnak tűnik. Ez azért igaz, mert a Földön élő emberiségnek a nagy része a mai napig jobbkezes, és mivel a nők is, jobbkezes nők is többségben vannak, ezért azt látjuk, hogy ezt a konfliktust a jobbkezes nők szenvedik el gyakrabban. Tehát valóban a nőknél fordul ez elő gyakrabban. Elszenvedheti ezt a végbél elváltozás, végbél laphám elváltozás tüneteket egy férfi is, hogyha balkezes. Hogyha jobbkezes férfi szenvedi el ezeket a tüneteket, akkor ez nála már csak másodlagos konfliktus lehet ivarérett korban. Én azért szeretem az új medicinát, mert nagyon szépen sorba lehet rakni, ki lehet következtetni belőle, hogy mi az, ami előfordulhat, mint konfliktus és elváltozás, és mi az, ami nem. Maradjunk a végbél laphám szöveténél. Tehát a konfliktus tartalom, ami ide becsapódik, ez egy identitási, hovatartozási döntéskonfliktus. Nagyon jól kifejezi az a kifejezés, hogy álláspont meghatározási konfliktus. Nem tudom, hogy hova tartozom. Jobbra menjek, balra menjek, ezt csináljam, azt csináljam, maradjak ezen a munkahelyen, vagy menjek másikra, váltsak munkahelyet, vállalkozást, bevételi fordulatot, váltsak, ne váltsak. Tehát ez egy ilyen dilemma konfliktus. És miért pont ezt a válaszreakciót kapcsolja be az anyatermészet erre a konfliktusra? Hát kérem szépen a végbél átmérőjének fekélyesítésével, annak tágításával könnyít az anyatermészet a székelési funkción, könnyebben tudunk kakilni, és oda tartozunk, ahova kakiltunk. Ez egy kőkorszaki primitív válaszreakció, ami az állatvilágban a mai napig nagyon jól működik, és évmilliókon keresztül bevált. Hát, hogy az ember már nem a háza, háztája körbe kakilásával jelöli ki az álláspontját és a territóriumát, ez már mellékes, viszont az elszenvedhető konfliktus tartalom lehet ugyanaz, és ebben az esetben ugyanazt az elváltozást produkáljuk. Miért nem szokták észrevenni a végbél fekélyesedését? Hiszen a végbél daganatos, sejtszaporulatos tüneteit mindig megelőzi fekélyesedés, sorvadás. Először is azért nem veszik ezt észre, mert a végbél és az ott található laphámszövet, az kívülről tülemkedett be. Van az új medicinában egy úgynevezett érzékenység lefutás séma, ez szerint működik ez a laphámszövet, és itt az aktív szakaszban érzéketlenség van. Nem veszük észre, hogy ott fekélyesedne. Hát nem is lehet, nem is volna szabad, hogy ezt észrevegyük, hiszen hogyha amíg valaki benne van ebbe az álláspont meghatározási konfliktusba, és még székelési nehézséggel járó végbél fájdalmai is lennének, akkor soha nem kerülne megoldásra ez a konfliktus az állatvilágban. Ezért
Itt az aktív szakaszban a fekélyesedés érzéketlenséggel jár, soha, de soha nem vesszük észre önmagában a fekélyesedést, nem érezzük egyszerűen ezért, nem úgy a megoldás utáni szakasznak a tüneteit. Amikor is a korábbi fekélyesedés helyreállításaképpen megjelenik a sejtszaporulat általi helyreállítás, amit korábban aranyérnek diagnosztizáltak, de manapság ezt már szinte minden alkalommal rossz indulatú végbéllapham karcinómának diagnosztizálják. Könyörgöm, ugyanarról van szó. Tehát amit régen aranyérnek diagnosztizáltak, azt most rossz indulatú ráknak diagnosztizálják, de hangsúlyozom csak azért, mert nem tudják, hogy hogy működik. Tehát aki valaki azt mondja, hogy ez egy rossz indulatú betegség, ezzel csak azt mondja, hogy nem tudom, hogy működik. Ez azért egy fontos vízválasztó. A megoldás utáni szakaszban beindul a helyreállítás a sejtszaporulattal, és mint minden laphám, ez is erőteljesen megduzzad. Ilyenkor tapasztaljuk a túlérzékenységgel, fájdalmakkal, viszketéssel, szúró, égő érzéssel járó aranyér tüneteket. Az aranyér, ahogyan eddig sem, a történelem korábbi szakaszaiban sem, ezután sem egy veszélyes elváltozás, mindössze kellemetlen. Mi itt a fő probléma itt a végbélrákkal kapcsolatosan? Az, hogy manapság ezeket egyre jobban eldurvul a megértés nélküli orvostudomány, és kétségbe esetten mérgeznek, égetnek, csonkítanak, és abban látják a gyógyulásnak az egyetlen reményét, mert ugye garantálni semmit nem tudnak, hogy kivágják a végbélnyilást. Ez katasztrófa a maga nemében. Ugyanis ha kivágják, és ugye sztómát csinálnak ilyenkor. Tehát ez egy eléggé, hogy is mondjam, embertelen dolog ezt elszenvedni, illetve ezt elkövetni. Van olyan eset, hozzáteszem, van olyan eset, amikor valakinek az évtizedeken keresztül visszatérő mocskossági konfliktusaival elroncsolja a végbélnek az alsó szakaszát, a szigmoidnak az alsó szakaszát, és szó szerint tönkre teszi ott a bélszöveteket, na olyankor nem csak, hogy értelmes dolog, hanem egy jó megoldás a roncsolódott szövetrésznek az eltávolításával a sztóma felhelyezésére. Tehát van, itt sem arról van szó, hogy dobjuk ki a sztómát, nem, mert hogyha valakinek konkrétan bélperforációi vannak, akkor nincs más megoldás, akkor kikötik a hasfalra a végbélnyilását. De egy aranyér miatt, egy laphám helyreállítási duzzanat miatt, ez igencsak egy eltúlzott beavatkozás. Amikor azt mondják, hogy ez egy végbél adenokarcinóma, rossz indulatú, akkor valójában arról van szó, hogy nem a laphám rész érintett, hanem még egy kicsit följebb a mirigyes szövet. Annak a konfliktusa pedig nem egy álláspont meghatározási, elhatárolódási konfliktus, hanem annak a konfliktusa egy olyan falat konfliktus, amitől már nagyon meg szeretnénk szabadulni. Tehát amitől már herótunk van, amitől már nagyon-nagyon-nagyon meg szeretnék szabadulni. Már örülnék, ha nem kéne tudnom sem róla. Nézzük meg akkor ennek a hengerhám szövetnek a elváltozásait, konfliktusait. A konfliktus, tehát ez egy mocskossági konfliktus, egy utálatos, mocskos, emészthetetlen disznóság, egy szemétség, egy galátság. Minél közelebb van az elváltozás a végbélnyíláshoz, tehát a laphám szövetekkel való találkozási részhez, minél közelebb van, annál galádabb, utálatosabb és mocskosabb konfliktusról van szó. Míg egy piszok dolog, egy szemétség a vékony bélen vagy a vakbélen nyilvánul meg, a vastagbélnek a részein megnyilvánuló konfliktusok már nagy disznóságok, nagy szemétségek. Ezért is a vastagabb bélszakaszon nyilvánul meg ennek az elváltozása. Itt a konfliktus aktív szakaszban sejtszaporulat van, ami alapvetően kétféle lehet. Lehet karfiolszerűen növekvő, kiválasztó jellegű mirigydaganat, ezeket polipoknak hívják, ez
ugyanannyira nem rossz indulatú most sem, mint korábban sem. A másik típusa az adenomirid daganatoknak, az pedig a laposan növekvő, felszívó jellegű béldaganat. Ez tulajdonképpen azt gondolták, hogy ez is egy polipfajta, csak az a polipfajta, ami nem ilyen kocsányon lógó, hanem ilyen talpas. Kérem szépen, mind a kettő ugyanaz a szövet és ugyanaz a biológiai funkciója, váladék kiválasztás vagy felszívása, itt mindössze a formája különbözik az elváltozásnak. Tehát a laposan növekvő felszívó jellegű daganat az nem más, mint egy béldaganat, egy bélfal megvastagodás, egy elterülő, bélfalon elterülő bélfal megvastagodás. A megoldás utáni szakaszban ezek a béldaganatok, ez a bélfal megvastagodások és a polipok beödémásodnak, megduzzadnak. A polip a tövénél leszakad és viszonylag könnyen kiürül. A bélcsatornából a béldaganatok daganat elbontása hosszabb ideig tart, és általában jobban megviseli az embert. Nem olyan jó az emésztésünk ilyenkor, bélgörcsök, bélfájdalmak, fejfájás is előfordul. Tehát míg a végbél laphám szöveténél a konfliktus megoldás utáni szakaszban láttuk a laphám duzzanatot a sejtszaporulattal, az egy helyreállítási daganat. A végbél mirigy szövetes részeinél, ott pedig a konfliktus aktív szakaszban látjuk a daganatot, alkalmazkodás céljából, jobb kiválasztás vagy jobb felszívás, ez a biológiai célja, és a megoldás utáni szakaszban pedig a daganat elbontást látjuk. Ez a különbség az alsó bélszakasznak a két lehetséges elváltozása között.